Másfél éven át írtuk a darabot, ültünk a Rádai utcában, Hanvai Kornél, Varró Dani, Darvas Bence és időnként én. A darab vidám, mozgalmas, fordulatos, és tulajdonképpen minden szó igaz benne. Hanvai Kornél az 1909-es év dokumentumait nézegette, és így kocsvasztotta össze a történetet, melyben szerepel Hamrák János szélhámos, aki tényleg létezett, szerepel Abbas Hilmi egyiptomi alkirály, aki tényleg abban az évben érkezett Budapestre, egy Kis Béla nevű sorozatgyilkos szállodaportás, aki tényleg elkaptak abban az évben, és ezek a szereplők kergetik egymást, kergetik a szerencséjüket, megpróbálnak életben maradni, és kergetik a szerelmet. Nagyon jó humora van, meg az egész ilyen mesebeli a zenékkel együtt, meg ahogy kibeugrál a zenék és a próza között, legalábbis nekem. Nagyon várom, nagyon-nagyon, és hát nagyon vártam az Asár Tamást is, mert mi még soha nem dolgoztunk együtt. Milyen a szerepem? Hát így az első felvonás után nagy természetű asszonynak tűnik ez. Ez azért a századfordulós divák között is szerintem egy kiemelkedő, és hát mint tudjuk, ez élő személy volt, és valóban a nagy botrányairól volt elhíresült ez a nő. Az én szerepem egy pehes hírlapíró, akivel rögtön az elején a darabnak mindenféle rossz történik, és aztán elindul, hogy ezt a rosszat kicsit jobbá fordítsa. De nagyon jó mondataim vannak, és nagyon szerethető az az ember, akit játszom, legalábbis így első olvasásra. Nem szabad elárulni, hogy kié leszek a végét. Úgyse tudja senki, nem? Az érdekes nagyon, hogy a zeneszerző is itt van, és a helyein, mikor odaérkezünk egy dalhoz az olvasásban, akkor eljátsza a dalokat. Tehát rögtön meghalljuk a zenét is, mert azt néha később szokta az ember. Tehát mindenki hallja mindenkinek a számát, és a zenék is nagyon jók. Úgyhogy szerintem már alig várjuk, hogy énekelhessük a színpadon őket. És én úgy éreztem, hogy én magam is elég sokat nevettem, és úgy hallottam, hogy a többiek is. Tehát az is lehet, hogy a nézők is fognak nevetni, ha majd nézik. Szórakoztató, tempós, rendületes, zenés, sokféle énekkel, dala, és az egészben az 1909-es év a feltörekvő világvárossá váló Budapestnek a fényei és árnyai, és valahogy mégis ezek az árnyékok átvetülnek ide a 2012-es Budapestre, remélhetőleg.